A gyermek hét alkalmából a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény 8 csoportja, nagycsoportosok és iskolai előkészítések vettek részt a Városházi előtti parkban az aszfaltrajzoló versenyen. A mai nap programja az aszfaltrajz, ez is községszerte így működik, azzal, hogy itt Magyar Kanizsán ilyenkor a gyermekek ide a Városháza elé jönnek ki, és itt ékesítik föl ezt a kis parkot rajzokkal. Itt kerül sor az ajándék átadásra is a gyermekeknek, amelyet egyébként nem csak kanizsai, hanem minden községi tagozatra eljuttatunk. Az idén az ajándékot könyvek képezik, és hát holnap még várat magára a sportnap, amivel zárjuk a hetet. Azt még hozzátenném, hogy sikerült idén is úgy szervezni az óvodai programokat, hogy a község minden óvodása egyforma színvonalú programban részesüljön, tehát a legkisebb településtől egészen persze Kanizsáig. Az óvodások gyermekheti programjaiba ezúttal bekapcsoltak a község minden óvodását. A program keretében a kicsinyek hétfőn színházi előadást nézhettek meg a Szabadkai Gyermekszínház előadásában, kedden táncház várt rájuk, szerdán pedig gyümölcsökből és zöldségpirékből készítettek figurákat, jutalmul uzonnára gyümölcsalátát kaptak. A ma délelőtti aszfaltrajzolást megtekintette Nyilas Mihály polgármester is, aki miután köszöntötte a kicsinyeket, átadta az óvodáknak az önkormányzati meséskönyvekből álló ajándékcsomagjait.